Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, én Béres Anett vagyok, ez pedig a HVS-nél lottótipásáló szolgáltatás promóciós játéka. Ha felhívja a telefonszámunkat, vásárol tőlünk 5 darab lottószám tippet, és ezután automatikusan esélyt kap arra, hogy itt legyen velem is élő egyenes adásban, és természetesen játszom velem nyereményekkel, rengeteg játékkal készültünk, úgyhogy ha van kedve, akkor mindenképpen tartson velünk. A telefonszámunk 06 91 55 55 00, a számítógépünk bármelyik pillanatban akár önt is bekapcsolhatja. Lássuk is, hogy mit kell tennie, mit kell megoldania, megfejtenie. Az első nyereményünkért, ami bizony most 10.000 forint, találja meg a magyar ételt. A feladat, találja meg a kezdőbetűt, és aztán a vonalak mentén kösse össze, úgy, hogy egy magyar ételt kapjon, egy ételt kapjon. Nagyon fontos, hogy betűket nem ugrunk át, minden betűt felhasználunk, és csak és kizárólag a vonalak mentén haladunk. Sehova máshova, föntről le, lentről föl nem ugrálunk, minden betűt felhasználunk, és egy darab plusz betűt sem teszünk hozzá. Ha az így kapott magyar ételt, pedig mondja meg nekem. Szép jó reggelt, üdvözlöm, kivel játszom? Jó reggelt, Norberttel. Norbert, mi a megoldás? Halászlé. Lássuk, szerintem jó lesz, én úgy gondolom, de meg is mutatjuk. Hát gratulálok, 10.000 forint, honnan köszönöm. Telefonáltál? Debrecen. Akkor Debrecenbe megy a nyeremény. Küldjük is a nyeremény, 10.000 forint, na így kell csinálni. Jön a következő játék, 15.000 forintért emeljünk, hogy még izgalmasabb legyen. A feladat megint csak egy magyar étel, bárha jól látom, több betűből áll, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit több ideig tart megtalálni a kezdőbetűt, de ha a kezdőbetű megvan, az a kulcsa ennek a játéknak, ennek a feladatnak. Onnantól kezdve azt gondolom nyert, ugye van, csak azt kell meglátnia, megtalálnia, hogy vajon mely irányba haladva kell megtalálni a második betűt, és természetesen csak és kizárólag a vonalak mentén haladva kellene össze olvasni. Nagyon sok játékot hoztam, nagyon sok nyereményt hoztam, úgyhogy szeretném, ha mindet le tudnánk játszani, és lenne legalább 30 nyertesem. Döntsünk rekordot! Halló, halló! Szép jó reggelt! Kivel játszom? Norberttel ismét. Norbert! Hoppá! Kétszer is be lehet kerülni. Nos, akkor Norbert, várom a második megoldást. Dobostorta. Dobostorta, lássuk! Hát persze, hogy a dobostorta. Norbert így már 25.000 forintot nyert összesen, ugyanis a mostani 15.000 forint is Norbert élet. Na akkor megyünk tovább, gratulálok Norbinak, nagyon ügyes. Bármely pillanatban be lehet kerülni, és akár többször is be lehet kerülni, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja. És én azt mondom, hogy már is várom a következő játékosomat, úgy tűnik, hogy Norbi ma nagyon beindul. De ugyanúgy van lehetősége önnek is. Én azt mondom, hogy most nyerjen valaki más, Norbi, mert kétszer nyert, bár három a magyar igazság, egy pedig a readás, de én azt mondom, hogy lehet, hogy megint Norbi lesz a leggyorsabb, mert a leggyorsabb nyer. Na mi ez a magyar étel? Találja meg a kezdőbetűt, és megint csak a vonalak mentén kellene összekötnie. Természetesen nem hagyunk ki betűt, nem ugrunk át betűt, és plusz betűt sem teszünk hozzá, minden betűt felhasználva, egyesével haladva, egymás után haladva, csak és kizárólag a vonalak mentén kösse össze egy magyar étel. Ma ilyen magyaros napot tartunk. Remélem, hogy nem éhezett meg ennyi finom ennivaló láttán, hallatán. Úgyhogy, ha megvan, hogy mi lehet ez a... Háló, háló! Szép jó reggelt! Kivel játszom? Szia, Kata vagyok! Kata! Szia, Kata! Mi a megoldás? Megelőzted Norbit! Palacsinta! Palacsinta, de imádjuk a palacsintát! Kata! 15.000 forintot küldök neked, és köszönöm, hogy játszottál velem. Na így kell csinálni! Köszi! Nagyon szívesen! Na ki lesz a következő leggyorsabb? Már is megyünk tovább. Nos, volt Katánk, volt Norbink. Ki lesz a következő? Ki lesz? A negyedik nyertesem. Mert hogy Norbi kétszer nyert, Kata egyszer nyert. Ki lesz a leggyorsabb? Ki lesz a legügyesebb? A következő feladat megint csak egy magyar étel megtalálása. Találja meg a kezdőbetűt, és aztán a vonalak mentén kösse össze. Nem hagyunk ki betűt, nem teszünk hozzá plusz betűt, és egyesével haladunk a vonalak mentén, nem is ugrálunk a betűk között, föntről le, lentről föl. A lényeg, hogy ha megvan a kezdőbetű, akkor bizony szerintem onnantól kezdve nyert, ugye van? Úgyhogy próbálja megtalálni, és ha megvan, akkor szeretném, ha itt lenne élve egyenes adásban, és szeretném, ha elvinné a garantált nyereményünk egyikét. Ma már volt két nyertesem, három játékkal, úgyhogy legyen ön a következő. Nos! Egy másik magyar étel. Szerintem én úgy gondolom, hogy ez is nagyon finom. Nagyon jó kis ötletek, hogy mit ebédeljünk. 0-7-91-55-55-00. Láthatja, hallhatja, hogy bármelyik pillanatban itt lehet élő egyenes adásban. Nos, ki lesz a leggyorsabb? Találja meg az első betűt, és aztán a vonalak mentén haladva olvassa ki, kösse össze, és halló! Szép jó reggelt! Kivel játszom? Jó reggelt, Tamás vagyok. Kedves Tamás, mi a megoldás?
Rigó Jancsi. Lássuk, úgy gondolom jó lesz, de már is kiírjuk Rigó Jancsi. Gratulálok, 15 ezer forint. Már is megyünk tovább. Hova küldhetem a nyereményt, honnan hívsz? Halló? Halló, nyertem, igen? Igen, nyert, csak annyit érdeklődtem, hogy honnan telefonálsz. Budapestről. Budapestről, akkor Budapestre megy a nyeremény, mi pedig már is megyünk tovább. 0-7-91-55-55-00, ilyen gyorsan be lehet kerülni, ilyen gyorsan jönnek egymás után a nyertesek, úgyhogy ez egy szuper nap. A következő megint csak egy magyar étel, természetesen egy másik magyar étel. Találja meg a kezdőbetűt, és aztán a vonalak mentén, ha összekötötte, már is kijön majd az értelmes szó, ami nem más, mint egy magyar étel. És amint kimondja itt élő egyenes adásban, én már is küldöm önnek a nyereményt, 15 ezer forintért játsz. Nos, találja meg a kezdőbetűt, vonalak mentén kössön össze, és legyen itt élőadásban, jó? Legyen itt élőadásban, mondja meg nekem, hogy mi ez. Ha megvan a kezdőbetű, akkor nyert, ugye van. A kezdőbetű megtalálása lehet, hogy egy picit tovább ideig tart, mert hogy azt mondja, van 4, meg 3, 7, meg 2, 9, 10 betűnk van összesen. 10 betűből kell egyesével valahogyan megtalálni, hogy mely lehet az első, melyik lehet a kezdő. És ha az megvan, akkor onnantól kezdve azt gondolom, hogy meg lesz a szó is, meg lesz a magyar étel is, és ha megvan a magyar étel, akkor már is lehet tárcsázni 0-9-1-55-55-00. A számítógépünk bármelyik pillanatban kapcsolhat, nem titok, azok közül tud kapcsolni, akik bizony megvásárolják tőlünk az 5 darab lottószámtippet. Ez a telefonszámunk felhívásával automatikusan megtörténik, ezeket a lottószámtippeket írja fel, és később játsza meg. És bizony ezután esélye van velem is játszani. Köszönöm, hogy itt van, kivel játszom? Magdus vagyok. Kedves Magdus, mi a megoldás? Tányér. Fatányéros. Fatányéros. Lássuk. Fatányéros. Gratulálok! Jaj, de jó. 15 ezer forint, Magdus. Köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönöm. Honnan telefonál? Köszönöm. Pest megyéből és nagy hó esett. Ó, akkor oda megy a nyeremény. Köszönjük szépen. Nos, megyünk tovább, és én azt mondom, hogy 30 nyertes szeretnék, úgyhogy már is kérem a következő játékot, és ugyanazzal a lendülettel a következő nyertest is. 0-7-91-55-55-00. Hú! Kicsit több a betű, kicsit több a vonal, kicsit több a lehetőség, hogy melyik lehet a kezdőbetű. Hány betűnk van? 1-2-3-4-5, 1-2-3-4, 20 darab betűnk van. Azt mondja, hogy 20 betű, 20 betűből kellene megtalálni a kezdőbetűt, és aztán a vonalak mentén. Én azt gondolom, hogy elérkeztünk a mai nap legnehezebb játékához, úgyhogy én már is emelek, legyen 20 ezer forint a stúdióban. 20 ezer forint a stúdióban, 20 ezer forint készpénz nyeremény. Nos, nehezebb feladat, nagyobb nyeremény, nagyobb kihívás. Ki lesz az, aki megtalálja, ki az, aki kiolvassa, és ki az, aki élőadásban el is árulja nekem. 0-7-91-55-55-00, bármelyik pillanatban itt lehet élő egyenes adásban, úgyhogy ha megvan a megoldás, akkor kérem ne habozzon. Próbálja valahogyan megtalálni a kezdőbetűt, induljon el egyesével, valamelyik sarokból, valamelyik oldalról, teljesen mindegy a módszer. A lényeg, hogy amint kimondja nekem, hogy mi ez a magyar étel, én már is küldöm a nyereményt. 20 ezer forint a stúdióban, a mai nap legnehezebb játéka, és én azért reménykedem benne, hogy pillanatokon belül itt lesz a következő nyertesem. Meg sem tudom számolni, hogy hányan voltak már. Mindenki szuper ügyes volt, és szeretném, ha ennek a játéknak, ennek a feladatnak is meg lenne a megoldása, és bizony ezért is oda tudnám adni a nyereményt. Na, lássuk csak! Nos, egy magyar étel. Egy magyar étel. 0-7-91-55-55-00. Háló, háló, szép jó reggelt, kivel játszom? Háló. Háló. Üdvözlöm. Hogyan szólíthatom? Vera. Kedves Vera, mi a megoldás? Hortobágyi palacsinta. Lássuk! Hortobágyi palacsinta, gratulálok, jár a 20 ezer forint. Már is megyünk tovább a következő játékkal, és már is várom a következő nyertesemet. 0-7-91-55-55-00. Nos, találja meg a magyar ételt. Hú! Na jó, én azt mondom, hogy
30 000 forint mostantól kezdve a stúdióban. 30 000 forint készpénz nyeremény mostantól kezdve a stúdióban. A feladat ugyanaz, mint eddig volt, természetesen egy másik magyar étel látható, olvasható itt mellettem. A kulcs fontossága az, hogy megtalálja a kezdőbetűt, és aztán a vonalak mentén összekösse, összeolvassa, kiolvassa. Egy magyar ételről van szó. Mi lehet ez a magyar étel? Volt már rengeteg finom ennivalónk, itt a következő. 30 000 forintért játszunk, meg sem tudom számolni, 6-7-8 nyertesen volt, 9-10. Volt, aki kétszer nyert, volt, aki egyszer nyert, sokan voltak, ügyesek voltak. Úgyhogy bízom abban, hogy ezen a feladaton is pikpak túl leszünk, gyorsan meg lesz a megoldás, és tudunk tovább haladni, mert hogy elárulom, nagyon-nagyon sok játékunk van még a mai napra, természetesen hozzájuk tartozó nyereményekkel. És én azt mondom, legyen 50 000, jó? Legyen 50 000 forint a stúdióban. 50 000 forint készpénz nyeremény a stúdióban. A feladat nem könnyű, de ön meg tudja oldani. Bízom önben, bízom ön is saját magában. Találja meg a kezdőbetűt. Aztán valahogyan a vonalak mentén, ahogyan a vonalak vannak, úgy kellene haladni valamelyik irányba. Valahol nem tudom, hogy melyik a kezdőbetű, meg kellene találni, és amerre a vonalak vannak. Nézze csak meg, hogy átlósan, keresztben nincsen vonal, jó? Oldalra, fölfelé, lefelé, jobbra-balra vannak vonalak, de átlósan nincsen vonal. Jó, úgyhogy figyeljen arra, hogy hol helyezkednek el a vonalak, mert hogy csak és kizárólag a vonalak mentén haladva lehet összeolvasni. Nem ugrunk át betűt, nem hagyunk ki betűt, és hát persze nem teszünk hozzá plusz betűt sem. Minden betűt felhasználunk, a vonalak mentén olvasunk, és ha így tesz, akkor bizony meg lesz a megoldás, és ha megvan a megoldás, akkor ha itt élőadásban mondja, már is küldöm önnek a 70 000 forintot. Mostantól kezdve 70 000 forint a stúdióban. Úgy tűnik, hogy ez a játék a legnehezebb a mai nap folyamán. 16 betűről van szó, 16 betű látható itt mellettem. Háziasszonyok előnyben. Nos, nem az a kérdés, hogy hogyan kell megfőzni, milyen alapanyagok kellenek hozzá, mi a módja, ahogyan ezt elkészítjük, csupán mondja ki az ételt, az étel nevét, és amint kimondja, jár a 70 000 forint, ha itt élőadásban teszi. Telefonszámunk 0691 55 55 00. Ne feledje, hogy bármelyik pillanatban be lehet kerülni ide élő egyenes adásba, mert ma már rengeteg nyertesem volt, rengeteg nyereményt tudtam kiosztani, ennek nagyon-nagyon örülök, de már is várom a következőt. Már is várom a következő nyertesemet, és aztán tudunk tovább haladni a következő játékra. Nos, aki egy kicsit izgulósabb típus, az írja fel egy papírra, jó? Mert minimum 30 nyertes szeretnék ma, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, tovább kell haladnunk, ugyanis nyertes nélkül nem tudjuk lezárni a játékot. Egy magyar ételt keresünk, 16 betűből áll, ami nem kevés, 16 betűből kell kiválasztani a kezdőbetűt, és bizony figyeljen arra, jó, hogy csak és kizárólag a vonalak mentén haladunk. Átlósan keresztben nincs vonal, attól függ, hol helyezkedik el, van fölül, alul, jobbra, balra, csak a vonalak mentén olvasunk, és nem ugrálunk át betűket, hogy innen fölugrunk ide. Egyesével lépkedünk a betűk között. 70 000 forint a stúdióban. 70 000 forint készpénznyeremény. A feladat nem a legegyszerűbb a mai napon. És tudja mit? Úgy tűnik, hogy az eddigi legnehezebb feladatunk, lehet, hogy még később jön egy legnehezebb, de az eddigiek közül nekem úgy tűnik, hogy ez a legnehezebb. Úgyhogy én szerintem 70 000 forint kevés, úgyhogy én azt mondom, aki ezt meg tudja oldani, nyerjen sokkal többet. Úgyhogy mostantól kezdve 100 000 forint a stúdióban, és itt várom. 100 000 forint készpénznyeremény. Bármelyik pillanatban megcsörrenhet a telefonom, és akár ön is lehetne a vonal túloldalán.
Nem titok, a számítógép azok közül tud kapcsolni, akik felhívják a 0691 55 55 00-es telefonszámot, megvásárolják az 5 darab lottószámtippet, és ezután automatikusan esélyt kap arra, hogy akár önt is bekapcsolhatja a számítógép. Amit keresek, az egy magyar étel. Egy ennivaló. Az, hogy szereti, vagy nem szereti, az teljesen mindegy most. De úgy gondolom, ha megnyeri vele a 100 000-et, akkor bizony, ez lesz a kedvenc étele. Tudom, hogy nem ez a legkönnyebb feladat a mai napon, nem a legegyszerűbb a mai napon, de megéri játszani velem, hiszen 100 000 forintért játszunk, 100 000 forint a stúdióban, amit szeretnék végre odaadni valakinek. Ha önnek, akkor tegyen egy próbát. Nos... A nyeremény nem kevés, óriási nyeremény, kereken 100 000 forint. És bízom abban, hogy legalább ön képes arra, hogy ezt kiolvassa. Egy magyar étel. A játék kulcsa, a megoldás abban rejlik, hogy találja meg a kezdőbetűt, az első betűt, és aztán a vonalak mentén haladva kellene egyesével összeolvasnia. Nem ugrálunk a betű között, nem hagyunk ki betűt, hanem egyesével haladunk minden betű után, a következőnek kell jönnie, ahogyan a vonal elhelyezkedik. Alul, fölül, jobbra, balra, ahol nincs vonal, arra nem megyünk, arra nem haladunk. Nos, hol van a nyertesem? Mi lehet ez a magyar étel? Önnek megvan már? Ismeri? Evett már ilyet? Szereti? Főzött már ilyet? Vagy nem tud főzni? Semmi gond. Semmi gond, csak az étel neve érdekel engem. És tudja mit? Én azt mondom, hogy szeretném ösztönözni. Szeretném, ha sokat nyerje. Úgyhogy mostantól kezdve 120 000 forint a stúdióban. 120 000 forint készpénznyeremény mostantól kezdve a stúdióban. A kérdés, hogy ön megtalálta, hogy mi ez a magyar étel. És a kérdés, hogy van-e kedve játszani velem. Nagyon remélem, hogy van. 120 000 forintot szeretnék odaadni. Várom a következő nyertesemet. Ma már nem is tudom, 7-8 nyertes volt. Legyen ön a következő. Ha ők meg tudták csinálni, sőt, volt olyan játékosom, volt olyan nyertesem a mai napon, aki kétszer nyert, kétszer került be, és kétszer vitt el nyereményt tőlem. Nos, meg lehet csinálni. Bizony, elhatározás kérdése. Ha ön szeretne nyerni, akkor adjon magának esélyt, lehetőséget. Ha nem szeretne nyerni, semmi gond, nem kötelező.
egyáltalán nem kötelező. Ha nyerni akar, akkor játszom velem. Ha nincs kedve, semmi gond nincsen. Viszont 120 ezer forint készpénznyeremény a stúdióban, és én már nagyon izgatottan várom a következő játékosomat, illetve rosszul mondom, a következő nyertesemet. Oda akarom adni ezt a pénzt, semmiképpen nem akarom lezárni úgy ezt a játékot, hogy mi mutatjuk meg. 7 vagy 8 nyertesem volt már a mai napon. És bizony, várom a következőt, aki akár ön is lehetne. Bármelyik pillanatban kapcsolhat a számítógépünk, és bizony, akár önt is kapcsolhatja. És tudja mit? Én azt mondom, legyen 130 ezer forint. Mostantól kezdve a nyeremény. 130 ezer forint a stúdióban. Nos, most már tényleg szeretném, ha túl lennénk ezen a feladaton, ha megoldanánk. Mi lehet ez a magyar étel? A mai napon ez a legnehezebb feladványunk? Ez a hívj és nyerj lottótipp vásárló szolgáltatás promóciós játéka. Ha felhívja a telefonszámunkat, ezáltal vásárol tőlünk, kap tőlünk 5 darab lottószámtippet. Ezeket érdemes mindenképpen felírni, és aztán később megjátszani az 5-ös lotton, mert bizony ezzel is lehet nyerni. 5-ös találattal, 4-es találattal, 3-as találattal, úgyhogy mindenképpen érdemes tenni egy próbát. És bizony, hogyha megvásárolja tőlünk az 5 darab lottószámtippet, akkor az a szerencse, hogy amíg most lát, amíg az adás tart, akkor addig bizony velem is játszhat, automatikusan esélyt kap arra, hogy bizony akár önt is bekapcsolhatja a számítógép ide élő egyenes adásba, hozzám a stúdióba, és amint mond egy jó megoldást, ami most bizony nem más, mint egy magyar étel, abban a pillanatban jár önnek, én küldöm önnek a 150 ezer forintot. Mostantól kezdve 150 ezer forint a stúdióban. Aki kapja, marja, és én már is várom azt a nagybetűs, a nyertesemet. Nagyon remélem, hogy ön lesz az. Szurkolok önnek, bízom önben, bízom ön is saját magában, anélkül nem megy. 0691 55 55 00. 150 ezer forint a stúdióban. Természetesen készpénznyereményről van szó. Na lássuk még egyszer, mi a feladat, jó? Esetleg, ha nem menne, akkor lássuk, hogy hogyan, milyen módon kell megoldani ezt a játékot. Itt van mellettem 16 betű. 16 betű, melyeket vonalak kötnek össze egymással. Figyelni kell arra, hogy hol helyezkednek el a vonalak, hiszen keresztben, átlósan nincsen vonal. Van vonal fölfelé, lefelé, jobbra, balra, attól függ, hogy hol helyezkedik el a betű. Ebből a 16 betűből meg kellene találni, nem biztos, hogy elsőre meg lesz, lehet, hogy próbálkozni kell, lehet, hogy másodjára lesz meg, lehet, hogy harmadjára, lehet, hogy mind a 16-ot egyesével végig kell néznie. Találja meg a kezdőbetűt, ennek a magyar ételnek az első betűjét, ami bizony itt van, és ha megvan a kezdőbetű, akkor már csak arra kell rájönnie, hogy a kezdőbetűből merre indulnak vonalak. És bizony a vonalak mentén valahogy megtalálni a második betűt, és onnantól szerintem már magától adódik, hiszen össze kellene kötni. De tényleg nagyon figyeljen arra, jó, hogy a vonalak mentén haladunk. Úgy olvassuk össze, úgy kötjük össze, mert hogy 150 ezer forint a stúdióban. És ha utolsó esély a képernyőn, ami azt jelenti, hogy ezt a feladatot, ezt a játékot pillanatok múlva le kell zárnom, ugyanis rengeteg játékkal készültünk, és még véletlenül sem szeretnénk, ha kárba vesznének, úgyhogy szeretném, ha meg lenne ez is, szeretném, ha túl lennénk rajta, és aztán tudunk tovább haladni. Nos, utolsó esély erre a feladatra. Nem sok időt tudok ráadni, nagyon sajnálom, és nagyon bízom abban, hogy pillanatokon belül itt lesz a nyertesem, a nagybetűs nyertesem, az a valaki, aki elviszi a 150 ezer forintos készpénznyereményt. 150 ezer forint a stúdióban, és várom a nyertesemet. Sajnos itt vagyunk a játék végén, erre a feladványra ez az utolsó esély, mert be van készítve a következő feladat. Úgyhogy legyünk ezen túl, oldjuk meg ezt, mert a nyertesem hiányzik, ön hiányzik innen a stúdióból. A feladat, itt van a játék, itt van a nyeremény, itt van, én itt vagyok, úgyhogy tényleg, önre várok. Nos, bocsánat, de utolsó lehetőség,
Ki kéri ezt a 150 ezer forintot? 150 ezer forint a stúdióban! Óriási nyeremény, óriási lehetőség. Volt ma már 7 vagy 8 nyertesem, én úgy gondolom, ha ők meg tudták csinálni, akkor bizony ön is meg tudja csinálni. Norbert kétszer nyert, kétszer volt itt, két játékkal nyert, úgyhogy bizony, igen, meg lehet csinálni. Aki kitartó, aki nem adja fel, annak meg lesz. 150 ezer forint készpénznyeremény. Nos, várom a nyertesemet, azt a valakit, aki végre kimondja nekem itt élő egyenes adásban, hogy mi lehet ez a magyar étel. 0-9-1-55-55-0-0. Mi lehet ez a magyar étel? Húha! Bocsánat, de idő van. A játékidőnek a vége, ennek a játéknak, ennek a feladatnak. Az adásból van még időnk, ezért mi tudunk több játékot ezután lejátszani, de sajnos az erre a játékra szánt időnk lassan lejár, illetve hát nem is olyan lassan. Minden játéknak van egy meghatározott ideje. Bizony, amit erre szántunk, amit maximum erre adhatunk, az hamarosan letelik. Szeretném, ha itt lenne? Szeretném, ha elvinné a 150 ezer forintot. Úgyhogy én azt mondom, gyorsan mondom is a telefonszámunkat. 0-9-1-55-55-0-0. És gyorsan várom a nyertesemet. Egy magyar étel. Na jó, szeretném, ha itt lenne a stúdióban, most. Vagy most. Bocsánat, de az erre a játékra szent időnk. Hamarosan. Úgyhogy legyen itt most! Mi ez az óra? Elindult egy óra! Tessék, nincs több időnk, ennyi itt a vége. Fuss el véle, mostantól kezdve 1 perc, 20 másodperce van arra, hogy itt legyen élő egyenes adásban, és elvigye a 150 ezer forintos garantált nyeremény. Nagyon kevés az idő, nem akarom sürgetni, de sajnos ez az óra itt megteszi helyettem. Úgyhogy, ha önnek megvan a megoldás, ha ön tudja, hogy mi ez a magyar étel, akkor kérem, hívjon fel most. Ugyanis erre a játékra nagyon picivel több, mint egy percünk maradt. Egy perc múlva ezt a játékot, ezt a feladványt már nem szeretném itt látni, jó? Úgyhogy legyünk túl rajta, fejtsük meg, mondja ki ezt a magyar ételt, és vigye el a 150 ezer forintos készpénznyereményt. 150 ezer forint a stúdióban, és utolsó 55 másodperc. Nos, 50 másodperc! Nem akarom sürgetni, de nézzem csak ide. Valakinek itt kell lennie, és szeretném, ha az a valaki ön lenne. Nem tudok tovább várni, valakinek meg kell oldania, ha nem oldja meg senki, akkor kivesszük a játékot nyertes nélkül, és megmutatjuk, de ezt nem. Én nagyon bízom abban, hogy legalább ön, legalább egyetlen egy ember meg tudja oldani, meg tudja fejteni. 150 ezer forint a tét, de már csak 30 másodpercünk maradt hátra. Ez idő alatt bármikor itt lehet, nem kell megvárnia, hogy elérjük a nullát, sőt, nem akarom, hogy elérjük a nullát. Legyen itt a játékban, vigye el a nyereményt most! Ez az óra a játék végét jelzi, de bizony bármely pillanatban megállíthatja az órát az ön hívásával. 0-9-1-55-55-0-0, és utolsó 15. Hú! Tíz másodperc. Öt másodperc.
Nullánál vagyunk. Elérkeztünk a játék végéhez. Úgyhogy nagyon gyorsan elmondom utoljára a telefonszámunkat. 0-91-55-55-00-0-en vagyunk. 150 ezer forint a tét. Most kell, hogy megcsörrenjen a telefonom. Egy magyar étel. A betűi, az összes betűje itt látható mellettem. Minden betűje itt van. Csak olvassa ki. Háló, háló, háló! És itt is a játékosom, kivel játszom? Viki vagyok. Szia, mi a megoldás? Zöldborsó főzelék. Lássuk, hogy a finom zöldborsó főzelék. És hát persze, hogy a zöldborsó főzelék. 150 ezer forintot küldök neked. Honnan hívsz? Miskolcról. Miskolc! Akkor Miskolcra jár a 150 ezer forint, és már is megyünk tovább. A következő játék, ha senki nem mozduljon, még több nyeremény, még több lehetőség, és... Tadám! Azt mondja, hogy van nekünk itt egy gyönyörű, szép táblánk. Nos, hogy miért van itt mellettem ez a tábla? Mégpedig azért, mert kellene találnia, kiolvasnia innen egy magyar város. Itt tartunk a legfelső sornál, ezt kellene összeolvasni, kiolvasni, és ha megvan, akkor már is lehet telefonálni. Ugyanis, ha ez megvan, akkor tudom küldeni a nyereményt. 0-91-55-55-00. Nos, reméljük nem esik szét a tábla. Nem esett szét. Nos. Szuper. Nos, a feladat, ezt kellene megtalálni. Ezt kellene megtalálni és összeolvasni. Van D betűnk, P betűnk, S, E, B, T, U, A. Valahogyan oly módon helyes sorrendbe rakni a betűket, hogy ez egy magyar város legyen. Ha megvan, akkor pedig már is lehet hívni minket 0-91-55-55-00. D, P, S, E, B, T, U, A. D, P, S, E, B, T, U, A. Szeretném ideírni, hogy mi ez. 0-91-55-55-00. Találja meg a betűk helyes sorrendjét, és ha megvan, akkor már is várom ide szeretettel. Nos, egy magyar város. Minden betűje itt van. A fekete, az az első sornál tartunk. Az első sor... Háló! Szép jó napot! Kivel játszom? Zsuzsa vagyok, kedves Budapest. Zsuzsa. Hát persze, hogy a Budapest! Gratulálok, már is jár a nyeremény. Nos, a következő az itt van. Itt tartunk. Az vajon mi lehet? A második sornál tartunk, a sárga sornál tartunk. Valahogy próbálja helyes sorrendbe rakni ezeket a betűket, úgyhogy egy magyar várost kapjon, jó? Magyar városokban gondolkodunk. A második sornál tartunk, az első már megvolt, Budapest volt. Mi lesz ez? E, E, Z, P, M, V, S, R. Egy magyar város. Ma ilyen magyar nap van. Magyar városok, magyar ételek, tradicionális ételek, nagy városok. Szerintem... Háló! És szerintem itt is a játékosom. Üdvözlöm, kivel játszom? Háló, háló! Hú, leraktuk a telefont, semmi gond, megyünk tovább. Izgult? Azért tette le a telefont? Nem érdemes letenni, mert hogy a nyeremény így itt maradt. De semmi gond, megyünk tovább. Egy magyar várost keresek, a második sornál tartunk, ennél a sárgánál. Ha megvan, akkor várom ide szeretettel élő egyenes adásba. Bármely pillanatban be lehet kerülni, úgyhogy ha megvan a megoldás, akkor nem érdemes várakozni. E, E, Z, P, M, V, S, R. Minden betűt fel kell használni, plusz betűt nem teszünk hozzá. Az első nyertes már megvolt, Budapestért már fizettem. Nos, mi lesz a második? Mi lesz a második sor? Mely magyar város? Melyik magyar város? Háló! Szép jó napot! Kivel játszom? Egy Lajos vagyok. És mi a megoldás? A magyar ételre? Nem, ez egy már egy város.
Nos, mi ez a város? Kérem, mondja ki, mert élőadásban vagyunk. Tudok adni 10 másodpercet, rendben van? Nézzen a képernyőre. A második sornál tartunk, Veszprém. És egy magyar várost keresek. Veszprém. Így van, gratulálok, jár a nyeremény. Élőadásban vagyunk, úgyhogy érdemes figyelni, mert már a következő játék. Nos, a következő annyiban nehezedett, hogy már így ezt a kettőt keresem egyben. Ezt a kettőt keresem egyben, rendben van? Két magyar város, ezt kérem, és ezt kérem. Itt tartunk a harmadik sornál, és a következő a negyedik sornál. 0691-55-55-00. Kicsit nehezedett a feladat, ugyanis nem egy, hanem már kettő magyar várost kérek szépen. Ilyenkor már érdemes felírni, jegyzetelni, mert hogy? Nehogy elfelejtse nekem itt élő adásban, izgalmában, lefagy. Halló, halló, szép napot, kivel játszom? Halló, halló. Itt van élő egyenes adásban. Halló? Kérem, szóláljon. Jaj, de jó, hogy itt van. Na, mik a megoldások? Kérem szépen a megoldás. Tessék? Kérem szépen a magyar városokat. Tudok adni 10 másodpercet. Itt tartunk, jó? Kérek szépen két magyar várost. Itt vannak a táblán mellettem. Megvannak? Tudja a megoldást? Halló? Itt van? Halló? Megvan? Igen. Akkor mondja, kérem. Sajnálom, de mennünk kell tovább. Hú, hát Nyíregyháza és Dunajváros lett volna. Na jó, semmi gond, megyünk tovább, és tadám, tadám bizony, mert hogy most már nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, hanem bizony öt magyar várost kérek szépen, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 magyar város, hú! Ha ezt megmondja nekem, mind a hatot, akkor adok 60 ezer forintot. Azaz városonként 10-10-10-10 ezer forint, de természetesen külön nem tudok adni. Egy városért nem adok 10 ezeret, kettőért 20 ezeret, és így tovább. Csak abban az esetben tudok nyereményt adni, ha mind a hatot együtt, egyben megtalálja, jó? Mind a hat várost kérem szépen. Ebben az esetben mindenképpen vegyen elő papírt, ceruzát, tollat, ami éppen a közelben van, a kezeügyében van, és írja fel őket. 6 magyar város, 60 ezer forint a nyeremény, 60 ezer forint készpénz nyeremény a stúdióban. 6 magyar várost keresek, ezt, és ezt. Ha egyet lát, ha egyet tud, ha kettőt, vagy hármat, vagy négyet, vagy ötöt, nem tudok nyereményt adni. Mind a hatot kérem, és ebben az esetben 60 ezer forintot adok érte. 60 ezer forint a stúdióban, 6 magyar város, egy kis Magyarország ismeret, nagyobb városok, voltak magyar ételek, magyar városok, úgyhogy szuper napunk van. A leggyorsabban, aki megfejti ezt a hat várost, már is viszi a nyereményt, ami bizony most 60 ezer forint. 60 ezer forint a stúdióban, és 60 ezerért kérek szépen 6 darab magyar várost. Elég nehéznek tűnik, vannak itt, hú, ez az alsó itt, jó sok betűből áll. És tudja, mit én azt mondom, hogy a mai napon ez a legnehezebb játékunk. Legyen 100 ezer forint! Legyen 100 ezer forint a nyeremény. Még mindig ugyanazt mondom, csak abban az esetben tudok fizetni, ha mind a hatot kimondja, ha mind a hatot egyben mondja, ha csak egyet is kihagy, ha csak egyet is elront, dől az egész. Az egész dől. Ha csak egyet is rosszul mond, vagy kihagy, nem tudok pénznyereményt adni. Ezért arra kérem, koncentráljon. Ha megvan mind a hat, csak akkor hívjon, jó? Ha csak ötöt talált meg, vagy négyet, addig ne hívjon, hiszen a számítógép bármelyik pillanatban bekapcsolhatja önt. És hogyha véletlenül még azelőtt kapcsolná be, mielőtt tudná a megoldásokat, akkor nem tudok fizetni, ezért kérem, csak akkor hívjon, ha mind a hatot megtalálta. Hiszen csak abban az esetben jár a 100 ezer forint, ha mind a hatot hallom itt élő egyenes adásban. Bármelyik pillanatban be lehet kerülni, bármelyik pillanatban kapcsolhat a számítógép. Nos,
mindenképpen, tényleg, kérem, kérem, nagyon szépen kérem, írja fel egy papírra, jó? Számomra képtelenség, hogy most így megjegyezzük a hatot. Lehet, hogy persze van, aki meg tudja jegyezni, de az ember, amikor izgul, akkor olyankor egy kicsit úgy jobban elfelejti a dolgokat, vagy lámpalázas, és akkor meghallja a tévékészülékben a saját hangját, és lefagy. Hiába tudja, hiába jó a memóriája, lefagy, és még a nevét is elfelejti. Úgyhogy kérem, tényleg, biztosra menjünk, tutira menjünk, ne hibázzon, tényleg, írjuk fel, jó, legyen ott a puska, és amikor bekapcsolja önt a számítógép, akkor csak felolvassa nekem, hogy Anett, már is mondom a városokat, mind a hatot, hiszen itt van a jegyzetem, nem fogom megkérdezni, hogy felírta, nem írta fel, én csak hallani akarom itt a stúdióban, és én azt mondom, hogy 6 város, mi legyen 20 ezer, de csak összesen, azaz legyen 120 ezer forint a nyeremény. De ugyanúgy csak akkor tudom odaadni, ha mind a hatot mondja. Nincs az, hogy egyet mond 20 ezer, kettet mond 40 ezer, három városért 60 ezer, öt városért 0 forint. Kicsit közszívű vagyok, de várom azt az ügyes játékosomat, aki mind a hatot megtalálja. 120 ezer forint a stúdióban. Egy, kettő, három, négy, öt és hat. Mind a hatot kérem együtt. A sorrend az teljesen mindegy. Mondhatja elsőnek ezt, aztán ezt. A sorrendhez nem ragaszkodom, hogy így mondja sorba, de mind a hatot kérem, jó? Amelyiket először megtalálja, amelyik önnek a legkönnyebb, amelyiket úgy gondolja, hogy rögtön tudja, írja fel. És tudja, hogy miért érdemes pontosan felírni és pontosan mondani? Mert hogy mostantól kezdve 150 ezer forint a stúdióban! 150 ezer forint, természetesen készpénzi eremény, bár nem lett így könnyebb a feladat, de remélem, hogy ezt a kihívást megoldja. Remélem, hogy meg lesz a megoldás. És tudja mit? Adok egy kicsi időt, hogy gondolkodjon. Írja fel őket. A sorrend az mindegy, de mind a hatot kérem. Mindegy, hogy milyen sorrendben mondja, a lényeg, hogy mind a hatot mondja. Óriási a nyeremény. 150 ezer forint a stúdióban. Mivel úgy érzem, hogy elérkeztünk a mai nap legnehezebb játékához, úgy gondolom, hogy az a valaki, aki ezt tudja, 200 ezer forintot is megérdemel. Mostantól kezdve 200 ezer forint a stúdióban. Rossz hírem van, mind a hatot kell tudnia, ha csak ötöt tud, négyet tud, hármat tud, kettőt tud, vagy egyet tud, sajnos egy forintot sem tudok adni. Csak abban az esetben jár a 200 ezer forint, ha mind a hatot tudja, ha mind a hatot mondja. És tudja mit? Adok 1 perc, 20 másodperc gondolkodási időt. 200 ezer forint a tét, és amint lejár ez az óra, szeretnék egy nyertest. Felkészült? Mert 3-2-1, óra indul. Keresse meg a 6 várost, a 6 magyar várost. Emlékeztetném,
hogy mind a 6 darab városra szükségem lesz. Harminc másodperc. Húsz másodperc. Tíz másodperc. Három, kettő, egy, és a gondolkodási idő most járt le. Úgyhogy a gondolkodási időnek most vége van. Szeretnék egy nyertest? 200.000 forint a nyeremény, 200.000 forint a stúdióban, itt várom Önt. Óriási a nyeremény, de a gondolkodási időnek vége. Egyetlen egy emberre lenne szükségem, akinek megvan mind a 6 város. Ha nincs meg, csak 5 vagy 4 vagy 3 vagy 2 vagy 1, akkor ne telefonáljon. Csak abban az esetben jár a 200.000 forint, ha mind a 6-ot mondja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Együtt kérem, jó? Kompletten az egészet, az összeset. 6 darab városnév. 6 darab magyar városnév. Úgy tűnik, hogy ez elég nehézre sikeredett. Tudja mit? Aki ezt meg tudja nyerni, aki meg tudja oldani, az bizony mostantól kezdve 250.000 forintot nyer. 250.000 forint a stúdióban. Óriási nyeremény, óriási lehetőség. Remélem van, aki megoldotta. 6 várost együtt, egyben, kompletten, az összeset, az egészet. Mind a 6, jó? De hogy elfelejtse, hogy csak 5-öt mond, mind a 6. Jó? Ha csak egyet is kihagy, nem tudok pénzt adni. Ezért nagyon-nagyon-nagyon kérem, írja fel, jó? Írja fel az összeset, mind a 6-ot. Szeretném, akarom, oda akarom adni ezt a 250.000 forintot.
Nem segíthetek, ekkora nagy összegű nyereménynél nincsen segítség. Na jó, tudja mit? Az utolsó ajánlatom. De tényleg az utolsó. 300 000 forint! Mostantól kezdve 300 000 forint a stúdióban. Óriási nyeremény. Óriási lehetőség. 300 000 forint. A mai nap legnehezebb feladványa. De ne feledje, csak akkor tudom odaadni ezt a 300 000 forintot, ha mind a hatot megmondja nekem, elárulja nekem itt élőadásban, ha csak egyet is rosszul mond, vagy ha csak egyet is nem tud, nincs nyeremény. Mind a hatot kérem szépen együtt, egyben. A sorrend mindegy, mondhatja ezt is elsőnek. Amelyik szimpatikus, amelyiket szépen felírta. Egyben kérem, jó? Együtt kérem a hatot. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérem, ha megvan mind a hat, csak akkor hívjon. Ha csak öt van meg, akkor már nincs idő, akkor keresgélni, akkor gondolkodni, amikor bekapcsolja a számítógép. Kérem, csak akkor hívjon, amikor mind a hatot megtalálta. Hiszen a nyereményt csak abban az esetben tudom odaadni, ha mind a hat várost hallom. És bizony így ebben az esetben jár a 300 000 forintos készpénznyeremény. 300 000 forint a stúdióban! És várom a nyertesemet. De sajnálom, de nem tudok tovább várni. Bocsánat, de nem szeretnék tovább várni, itt a játék vége. Elérkeztünk ennek a játéknak a végéhez, úgyhogy vagy most, vagy soha. 300 000 forint a stúdióban. Keresek 6 darab magyar várost. Soronként kellene megoldani őket. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kilenc. Ez a végső visszaszámlálás. 300 000 forint a tét, és mind a hat városra lenne szükségem együtt, egyben, kompletten, de 8. Itt vagyunk a játék végén. Kérem, ha önnek megvan mind a hat város, és szeretne nyerni, most hívjon, mert 7. Elérkeztünk a játék végéhez. Várom a nyertesemet most. 300 000 forint a stúdióban, de 6. Utolsó 5. Ez a végső visszaszámlálás. A játékot le kell zárnom. Van valaki, akinek mind a hat megvan? Van valaki, aki mind a hatot megtalálta? Ha csak 5-öt talált, kérem, ne hívjon. Ha megvan mind a hat, akkor most hívjon.
ugyanis itt vagyunk a játék végén. Elindult a végső visszaszámlálás. 5-nél tartok, 300 ezer forint a stúdióban, és várom a nyertesemet most. 300 ezer forint készpénznyeremény a stúdióban. Hat darab magyar város. Mind a hatot kérem. Jó, bocsánat, de nem tudok adni kevesebbért nyeremény. Ha csak egyet is kihagy, ha csak egyet is elront, nem. 4-nél tartok. A végső visszaszámlálás. Várom a nyertesemet. 3-nál tartok. És van egy rossz hírem. Nem csak a játéknak van vége, hanem bizony az adásnak is hamarosan. Úgyhogy a mai napra ez az utolsó játékunk. Várom az utolsó nyertesemet. Keresem a 300 ezer forint gazdáját. 300 ezer forint a stúdióban. Utolsó játék, utolsó lehetőség, utolsó kettő. Adás vége, játék vége. Pillanatok múlva el kell köszönnöm, el kell búcsúznom. Sajnos búcsúznom kell. 1-0-nál le kellene zárnunk a játékot. Valaki vigye el ezt a 300 ezer forintot. 300 ezer forint a stúdióban, de 1-nél tartok. A végső visszaszámlálás, utolsó játék, utolsó lehetőség, és az utolsó nyertesemet várom. Úgy gondolom, hogy ez egy szép kis nap volt, nagyon sok nyertesem volt, de várom az utolsót, ahogy megcsörren a telefonom, és meg tudja mondani ezt a hat várost. Már is jár a nyeremény, nincs több játék. Bizony, ez az utolsó játékunk, úgyhogy várom az utolsó nyertesemet. Most! 300 ezer forint a stúdióban, és bocsánat, de le kell zárnom az adást pillanatok múlva. Nos, 1-nél tartok. És bizony egy után most nem a 2 jön, hanem a 0, és ha kimondom a 0-t, akkor vége. Ki viszi el a 300 ezer forintot? Ki viszi el ez a 300 ezer forintot? Ki lesz a mai nap utolsó nyertese? Ki lesz az, aki megmondja nekem mind a 6 darab magyar várost itt élőadásban? 6 magyar város és 300 ezer forint. De játék vége, adás vége, utolsó másodpercek. Sajnos vége van az adásnak, pillanatok múlva búcsúznom kell. El kell köszönnöm, el kell búcsúznom. És bocsánat, de 0! Itt vagyunk a játék végén, itt vagyunk az utolsó utáni pillanatban. Most kell megcsörrenni a telefonomnak, mert 0, vége, kész, adás vége, játék vége. Itt van a stúdióban 300 ezer forint. Nos, ha most megcsörren a telefonom, még oda tudom adni, jó? Még egy híves belefér, de többet nem várok. 0-91-55-55-00, kérek egy játékos, kérek egy hívót, kérek egy nyertest, kérek szépen valakit, aki elviszi a 300 ezer forintot. Most ön ezt meg tudja csinálni, bízom önben, mind a 6 városra szükségem van, ha 5-öt tud, akkor nem tudok nyereményt adni, de bízom abban, hogy ön tudja mind a 6-ot. 300 ezer forint a tét, 0-án vagyok, játék vége, adás vége, és a tét nem kevesebb, mint 300 ezer forint. Utolsó játék, utolsó utáni másodpercek, mert el kellett volna köszönnöm, el kellett volna búcsúznom, kiabálnak a fülemre, hogy Anett köszönj el, de nem! Amíg nem lesz itt, addig bizony, itt leszek. Ha kell, akkor ki fognak rángatni, de én önt megvárom. Utolsó játék, utolsó lehetőség, adás vége! Valaki mentsen meg, valaki vigye le 300 ezret, valaki vigye le 300 ezret, most! Halló! Szép napot! Mika. Halló, 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 halló! Halló! Jaj, de megijedtem, ugye itt van. Kérem szépen a megoldásokat, jó? Tatabánya. Következő. Kecskemét, Székesfehérvár, Békés Csaba, Szombathely, Hódmezővásárhely. Kivel játszom? Vidás Istvánné, Szatymaz, Rózsa utca 11. Jaj, a címét nem kérjük, de hogyan szólíthatom? Ilona. Kedves, drága Ilona, 300 ezer forintot nyer. Ugye örül neki? Jaj, nem is hiszem el, amilyen bizony, tessék, beteg elhinni. Vagyok, meg vagyok, szorulva nagyon. Akkor nagyon nagy szeretettel küldöm önnek a 300 ezer forintot. Hamarosan felvesszük az adatait, és megtudja, milyen módon juthat hozzá. Visszahívnak, ugye, mert nem sok van a telefonom. Ne tegye le a telefont, jó? Most felvesszük az adatait, ne rakja le a telefont, jó? Nagyon-nagyon ügyes volt, gratulálok. 300 ezer forintot nyert, nagyon ügyes volt.
Köszönöm szépen. És önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak. Gratulálok az összes nyertesnek. Ne feledjünk, holnap is én várom önöket, reggel újra játék. Legyen szép napjuk. Viszontlátásra, jön az Ékszer TV. Viszlát. És kellemes napot kívánunk önöknek, ez itt az Ékszer TV. Természetesen hamarosan érkezni fog a telefonszámunk. Átálltunk a nyertesnek, gratulálunk természetesen Anett, küldeni fogja a pénznyereményt. És íme itt van, hölgyeim, a lehető legszebb ékszerek, tehát nem kell más tenniük, csak tárcsázni. Hamarosan meg fog érkezni a jól ismert telefonszám, és természetesen a promóciós termékünk is. Tehát nem kell más tennünk, még egyszer csak egy név és egy cím, és azonnal küldjük, adás után természetesen csomagoljuk. De mivel is kezdhetném a műsort, hölgyeim, talán az ország legszebb gyűrűjével. Ez nem más, mint a Rose de Paris Emporia kristállyal díszített. Már is szeretném megmutatni ezt a bizonyos gyűrűt. A 2018-as premier, most láthatják, először nézzék meg azt a tökéletes szint. Hamarosan érkezni fog. Tudom, hogy türelmetlenek. Talán meg tudjuk mutatni. Várni kell, de egy igazi különlegességet hoztam önöknek. A legendás macskaszemkő kristállyal díszített nyakéket, nem gyűrű, nem medál, nem fülbevaló, egy teljes nyakék. Közel 50, igen, jól hallottam, közel 50 macskaszemkő kristály díszíti.
tökéletes. Közel 50 legendás macska szemkő kristály. Hát lássuk. És természetesen Emporia kristályokkal van díszítve. Mindösszesen 5 darabot kaptunk. És tudják mit? Az utolsó, azaz a végső árat fogom mutatni, tehát akinek kell, aki szeretné birtokolni az 50 legendás macska szemkő kristályt, annak most érdemes tárcsázni. Megmutathatnám, hogy mennyibe kerül lenne egy átlagos napon itt az ékszertévében, körülbelül 55 és 65 ezer forint között. De nem szeretném húzni a drága idejüket. Igazi gyűjtői példányról van szó. Így hát legyen a végső ár, nem más, mint te jó ég, 30 ezer forint alatt, 30 ezer forint alatt mindösszesen 5 darab a legendás macska szemkő kristály. És önök sokkal többet tudnak erről, mint mi magunk. Hány telefonhívást kaptunk, hogy szeretnének még több, de nem egyet, nem kettőt, nem medált szeretnének, nem gyűrűt, nem fülbevalót, hanem egy teljes nyakéket. De tudják mit? A mai napon a legendás macska szemkő nyakékhez ingyen, ajándékba egy pár fülbevalót is adok. És két hölgy már le is foglalt ebben a pillanatban. Íme itt van. Így válik teljessé a kollekció. Limitált kiadás. Már csak 2 darabon van mindösszesen. Most érdemes tárcsázni. Közel 50 legendás macska szemkő kristály egyszerre. Egyetlen egy helyen. Én ezt az utolsó 1 darabot természetesen félreteszem önöknek, hiszen legyenek ott a vonal túlsó végén, hamarosan jön a promóciós termékünk, ami nem más, hölgyeim, mint a tava. Pénz. Igaz? Oly régen vártunk erre a pillanatra, hát megmutatom mindazt, amire oly régóta vártunk. A 10 Emporia karóra. Egyik szebb, mint a másik. Önnek csak választania kell. A tévé képernyőn, tehát önnel szemben balról jobbra haladunk, tehát ez lesz az egyes számú. Meg annyi kristály, Emporia kristállyal díszített. Ez a 2-es számú, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es. Ó, nézzék meg, ez a közel 1000 kristályos Emporia karóra. Egyik szebb, mint a másik, egyik elegánsabb. Mindösszesen néhány darabunk van, az utolsó darabokat hoztam el. Ez bizony az órák tekintetében a tavaszi nagy készletkisöprés. Önnek csak választani kell. Tehát még egyszer elmondom. Ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es. Úgy gondolom, hogy egységárat fogunk mutatni. Tehát minden óra azonos áron lesz kapható. Bármelyiket választja, az az öné lesz.
18.699 őrült jó árat szeretnék önöknek biztosítani. Ez lehetne már a végső ár. Ez már valóban lehetne a végső ár. Sőt, ez a végső ár úgy tűnik, hogy nem, te jó ég, 12.910 forint bármelyik, de a mai napon a 10 legszebb Emporia luxus karóra mindösszesen, ezt nem hiszem el, 10.000 forint alatt hol kaphat? 10.000 forint alatt őrült jó napunk van, hölgyeim. Itt vagyunk élő egyenesedásban a TV2-n, és a 10 legszebb Emporia karórát kínálom önöknek eladásra. Hihetetlenül jó áron, elképesztő jó áron, nézzék meg, meg annyi tökéletes karóra. Ez sok kiárusítás. Tehát az utolsó 39 darabot kínálom fel önöknek, csak választania kell, mindösszesen egyetlen egy hívás. Természetesen csak a sorszámot kell bemondania. Ő az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és így tovább, amelyiket szeretné, de szeretné felhívni a figyelmüket, hogy itt van a közel 1000 kristályos luxus karóra. Ő az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es számú. Az én nagy kedvencem, valóban egy látványos óráról beszélünk. Mindösszesen egyetlen egy hívás, a kollégáim ott vannak a vonal túlsó végén, de siessen, mert lemarad ilyen tökéletes áron, soha sehol nem kaphatta meg az Emporia Divatház tökéletes óráit. 061-435-99-99 Romániából és természetesen Szlovákiából is elérhetnek bennünket. 8972 forint, tehát bőven 10.000 forint alatt. Bármelyik óra, ó, itt az áttetsző mechanikás karóra. Egy finom mechanikás, egy visszafogott, kicsit fiatalosabb bőrszíjjal ellátott. Ó, nézzék meg ezt a tökéletes eleganciát. Elegáns, visszafogott, korán sem tolakodó karóráról beszélünk. És természetesen a többiről, a 1000 kristályos karóra. Hát használják ki az alkalmat, 8972 forintért. Emporia luxus karórák 10.000 forint alatt őrült jó áron. És természetesen telik az idő, ahogy ezt önök is láthatják ebben az esetben. A 7-es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a nagy kedvenc, az el is fogyott, nem tudom, levegyem, vagy maradjon fenn. A 7-es már el is fogyott. A 7-es el is fogyott, jó választás volt, de természetesen több karórát is lehet vásárolni, akár ajándékba, tökéletes ajándék, egy igazi tavaszváró ajánlat órák tekintetében. Tudta, hogy egyetlen egy dolgot soha nem kaphat vissza az életben? Az nem más, mint az idő. 061-435-99-99, de tudják mit, mivel, hogy elképesztő jó műsornak nézünk elébe, úgy tűnik, hogy mindegyik el fog fogyni. Így hát, mivel készletkisöprés beszélünk, legyen a végső ár 6.999, aki korábban megvásárolta a karórákat, ők is ugyan ezen az áron fogják megkapni. Őrült jó árat kínálunk, 6.999 forintért, hát jöjjenek bátran, válasszanak kedvükre, amelyiket csak szeretnék, 20.000 forint helyett. 6.999, azonban ezt az ajánlatot, ha már óráról beszélünk, kérnek szépen egy karórát, egy kétperces órát. Íme itt van. Tehát két perc, hölgyeim, ezt az ajánlatot mindösszesen két percig tudom tartani, ha kell, jöjjön, mondjon igen, vagy elvész a lehetőség. 6.999 forintért, tehát 7.000 forint alatt, és még meg annyi tökéletes ajánlatom van. Egyik szebb, mint a másik. Válasszon, csak mondja, mi a kérdés hibaja, hogy lehet-e többet? Hogy ne lehetne? Akár kettőt, hármat ajándéknak tökéletes hármat is vásárolhat. Az is picivel több, mint 20.000 forint a három luxus karóra, az Emporia Divatház tökéletes karórái. Melyik az ön stílusa? Több stílusa van? Minden napra szeretne egy karórát? Ezt is megteheti. Egy szolidat a hétköznapokra, például a 2-es számot egy magas minőségi ekobőrrel díszített, színházba készül, az 1-es, illetve a 4-es tökéletes, nagyon finom elegancia, államszép. Én csak javasolni tudom, hogy érdemes kettőt is venni, azonban egy percen belül vagyunk, szerintem hamarabb el fog fogyni az összes Emporia luxus karóra, mint ahogy az időnk letelik. 50 másodperc, 061-435-99-99-es telefonszámon érhetnek el bennünket. A 6-os hamarosan el fog fogyni.
Nagyon népszerű a 9-es, a 10-es. Mindenki a 3-ast akarja? 5. Mindenki a 3-ast akarja? Finom mechanikás. Svájc. Luxus karórát. Fél perc. A döntés továbbra is az ön kezében van, az időpénz. Hát használja ki az alkalmat. Most még válogathat, most még dönthet. Állítható a karóra minden csuklóméretre tökéletesen. Passzol, tehát emiatt nem kell aggódnia. Bármelyik óra az öné lehet, mindegyik egyedi tervezésű. Emporia luxus karókráról beszélünk. És a 6-os ebben a pillanatban 1, 2, 3, 4, 5, 6 el is fogyott. Akkor már csak a szíját látjuk, jó? Ezzel jelezzük, hogy elfogyott. Az utolsó darab mindegyikből. Még egy hívó elviheti akár az összeset, illetve ami maradt, azt a 8 darabot. Az időnk letelt. Még megvárom. Fontos. Egy hívó. Még választhat. Óráról beszélünk, egy utolsó pillantás. Sürget bennünket a Rose de Paris Emporia kristályon díszített karóra, a tavasz gyűrűje. Hogy dönt? Lemarad a lehető legjobb ajánlatokról? Ebben a pillanatban akkor már is megyünk tovább, hölgyeim, és mutatom a Rose de Paris. A várva várt pillanat hamarosan itt lesz. Természetesen. Nem kell más tennie, csak kivárni a megfelelő pillanatot. Mindössze egyetlen egy hívás lesz. És öné. Nagyon kevés gyűrünk van, tehát használják ki az alkalmat. Egyszer csak eljön a nagy pillanat, amikor is itt lesz élő egyenes adásban a Rose de Paris Emporia kristállyal díszített gyűrünk. Micsoda vágási technika, micsoda csiszolás, micsoda fényjáték. Álomszik. Azonban még nem rendelhető. Hiába érdeklődtek 128-an, még nincs előfoglalás. Az egyik legszebb, a divatkritikusok, az ékszer kritikusok meg is írták, hogy talán a világ egyik legszebb gyűrűjét alkotta meg az Emporia divatház. De senki nem kaphatott egyetlen egy gyűrűt sem. És hölgyeim, egy igazi különleges az ékszer piramis. Az Emporia divatház ékszer piramisa. 10 álomszép kollekció. Önnek csak választania kell. Egyik szebb, mint a másik. Hát, hölgyeim, ez az igazi piramis. És a tetején Dana hercegnő kedvenc ékszere, a tenyésztett gyöngy. De hogy milyen áron? Természetesen 30 darabot hoztam el önöknek. Lássuk! Felkészültek, hölgyeim? Már megvan, hogy melyik a kedvenc, a 3-as, a 2-es, az 1-es, természetesen többet is lehet választani. És már ott vannak a vonaltúlsó végén, ó, micsoda, nézzék meg a 8-ast! A nagy kedvenc, 8-as, a 7-es, 8-as, egyik szebb, mint a másik. Na de lássuk! 8170 forint. Ez az igazi piramis. És nem hiszek a szememnek. Itt valóban csak nyerhet. Gyönyörű. 3739, nem csak az ékszer, de maga az ár is tökéletes. Önnek csak választani kell, melyiket szeretné. Esetleg az 1-est? Dana hercegnő kedvencét? A 2-est, az Emporia divatház történetében legikonikusabb darabjait hoztuk el, a lehető ez a tökéletes választás, természetesen egységáron. Tehát íme itt van, láthatják,
így a kollekció alatt a sorszámot. Ő az egyes számú. Aztán a kettes. A hármas. Ó, a hintanyakék a négyes. Ez az ötös. A hatos. Úgy szintén hinta csak vörös aranyfuttatásban. Ő a hetes. Ó, nézzük meg ezt a konyakszint. A nyolcas. Tökéletes. A kilences egy kicsit elegánsabb, visszafogottabb, és természetesen a tízes. Önnek csak választania kell. A gyémánt hatás természetesen mindegyik Emporia kristálynál felfedezhető, elérhető. 3739 forint, és bármelyiket választja, ez az öné lehet. Egyik szebb, mint a másik. Hát, hölgyeim, azt kell, hogy mondjam, valójában ez az igazi piramis. És természetesen találkozhatnak a Dene hercegnő kedvenc ékszerével a piramis tetején, a tenyésztett gyöngyen. Ő az egyes, 3739 forintért, de hamarosan el fog fogyni minden, hölgyeim, még lehet válogatni természetesen, amennyiben ön a futtatott aranyat részesíti előnyben, erre is van lehetőség. Ebben az esetben az egyest tudom ajánlani, a négyest, illetve a kilencest. De nézzék meg ezt a tökéletes konyakszint a nyolcasnál, gyönyörű. Igen, íme itt van a hintaszettünk, ő a négyes számú. Tökéletes. Igen, a gyűrű is benne van, nem kell külön megvenni. A konyak az én nagy kedvencem. Ó, nézzék meg ezt a hatalmas gyűrűt, ezt muszáj megmutatnom. Ez a gyűrű is természetesen jár. Jó. A nyolcas. Tehát ő a nyolcas számú. 061-435-99-99-es telefonszámon érhetnek el bennünket. Tökéletes. Micsoda fényjáték. Álom szép. A nyolcas a nagy kedvencem. A négyes, amire nem tudnék nemet mondani, és hát természetesen az egyes. Minden esetben a lánc ingyen van, minden egyes kollekcióhoz tartozó láncot ingyen adjuk ajándékba, és az utolsó öt darab, hát most érdemes bevásárolni, mert ennél jobb árat soha senki nem fog önnek kínálni. Tökéletes. Hamarosan el fog fogyni. Ugyan nem tudom, hogy melyik, közben kérdezem a kolléganőimet, hogy melyik az a bizonyos szett, ami vészesen fogy. És Dene hercegnő, kedvenc ékszere, a legnépszerűbb az egyes, a tenyésztett gyöngy, úgy szintén 3739 forintért. Őrület, az utolsó négy, mindenből már csak négy darab van. Az utolsó lehetőség. Hölgyeim, jöjjön bátran, mondjon igent, 3739, tudom, hihetetlen az ár, de próbálja meg, az ár továbbra is helyes. Egy szám és a teljes kollekció az öné. Bármelyik az öné. És egy darab, az utolsó darab. Az utolsó Diana.